A szivárvány óvoda lurkói is jól mulathattak a gyermeknap alkalmából. A kicsik homokvállépítő versenyen vehettek részt, előkerültek a rollerek és kerékpárok is, valamint megmutathatták tehetségüket az aszfaltrajz megmérettetésen is. Mindezeken túl idén a szülők is hozzájárultak a szivárvány óvoda gyermeknapjához. Szülői felajánlással kaptunk egy ugrálóvárat, ami rendkívüli az óvoda életébe, és e köré próbáltuk a tevékenységeket összehangolni, és ugyanígy a szülői felajánlással a ugrálóvár mellé egy gyermekharcfestés is párosult, amit szintén szülői segítséggel tudtunk megvalósítani. E köré szerveztünk olyan versenyjátékokat, építőjátékokat, ami kiegészíti a nap változatos programját. A gyerekek milyen visszajelzéseket adtak a programokra, amiket szerveztek nekik? Nagyon élvezték a programokat, megfogalmazták a szülők részére is, hiszen a visszajelzés majdnem a családoktól történik részünkre, mert a gyerekek otthon mesélik el általában az élményeiket, örömmel jöttek reggel, váltóruhát, aztán kis apró eszközöket, hátizsákot, ők is pótolták azokat a dolgokat, amit úgy gondolták, hogy a hét napjaiba be lehet csempészni, hiszen ilyenkor kötetlenebb, szavalabb az egész óvodai tevékenység, és így kaptunk visszajelzést a gyerekek részéről, hát valamint az a feledhetetlen öröm, mosolygás az arcukon, ami minden nap láttuk a tevékenységek közben, hogy átélnek és élvezik. Igazi kavalkád alakult ki az óvoda udvarán. A gyerkőcök hintáztak, labdáztak, különféle vidám rajzokat készítettek az udvar betonjára. Ez a nap a szivárványos kavalkád egész hetes programsorozat betetőzése volt, és a kicsik elmondása szerint egyetlen percig sem unatkoztak. Mi épül itt éppen? Homokvár. Milyen homokvár? Mivel van feldíszítve? Zászlókkal, játékokkal csinálunk homokvárat, ugrálóvárazunk, rollerezünk, labdázunk, kéta versenyezünk. Hogy érzed magad a gyermeknapi gyermekhéten? Jól. Elmondta, hogy egy nagyon sok mindent csináltatok. Melyik volt a kedvenced? A ugrálóvár. Az ugrálóvár volt a legkedveltebb játék a szivárvány óvodában. A szülői munkaközösségnek köszönhetően a lurkók egész nap kedvükre ugrándozhattak és csúszdázhattak, de az arcfestés is sok óvodás érdeklődését felkeltette. A szülők idén ezekkel járultak hozzá a gyerekek szórakozásához. A gyerekek játszani szeretnek legjobban, valamilyen féle játékkal tudtunk kedveskedni, és megemlítem, hogy nem mi kezdeményezésünk volt, hanem egy jó pár szülő közösen összebeszéltünk, és adódott ez az ötlet egy ismeretségünk által, hogy egy ugrálóvárat ide rendelkezésre bocsátsunk a gyerekeknek egy egész délelőtre. A gyermekek arcát elnézve nagyon örülnek az ugrálóvárnak. Ön mit gondol erről? Biztos, hogy örülnek, én látom, nagyon egy ritka dolog szerintem, hogy egy óvoda udvaron egy ilyen ugrálóvárat birtokba vehetnek a gyerekek. Hát ez önmagáért beszél, úgyhogy látjuk a gyerekek arcán, hogy nagyon szeretik. Ön személyesen mit gondol a gyermeknapról? Mondjuk a gyermekeknek, én úgy hiszem egész évben gyermeknap van, hogyha ha úgy nézzük, mert az óvoda csak játékról szól az ő életük, és ez egy nagyon szép dolog, egy nagyon jó dolog a gyermekkor, és azért ezt megpróbáljuk, meg szerintem úgy kell kezdeni, hogy minél emlékezetesebb maradjon a gyerekeknek a számára a gyerek év. A szokottnál is nagyobb volt a gyermek zsivaj a szivárvány óvodában az idei gyermeknap alkalmából. A pedagógusok és szülők azt mondják, a kicsik arcáról sugárzott a boldogság, és ezért jövőre is hasonló meglepetéssel készülnek majd.